Vannak olyan munkakörök, ahol nincs megállás, ahol óriási a felelősség, valamint a szakmai ismeretek mellett fizikai és pszichés felkészültséget is igényel a munkakör. A katasztrófavédelemnél komplex alkalmassági vizsgán kell átesniük a tűzoltóknak. Több alkalmassági vizsgán esnek át az új felvételisek, így egy orvosi egészségügyi szűrésen, ehhez társul egy pszichológiai vizsgálat is, valamint egy fizikai felmérő. Na most ezt leszámítva a bent lévő állománynak is évente van egy orvosi felülvizsgálata, valamint két évente pszichológiai felmérésen kell átesniük. Minden munkakörben van valamilyen foglalkozási kockázat, ha nem is ártalom. Az orvos szerint még az irodai munkavégzésnél is kötelező az évenkénti szemorvosi vizsgálat biztosítása, a monitorok előtt ülve ugyanis károsodhat a szem. A kezdővállalkozások viszont nem minden esetben szerződnek üzemorvossal. A jogszabály ugye előírja azt, hogy foglalkozás egészségi szerződéssel üzemorvos kell, hogy alkalmazom, foglalkoztasson, már akár egy személyes cégben is. Ugye mindenki számára nyilvánvaló, hogy amikor vállalkozást indít, akkor van könyvelője, van, bejelenti a hatóságokhoz a vállalkozását, ennek is nyilvánvalónak kell lenni, de hát sokszor ez elmarad, ez a kötelezettség. A baleseti veszéllyel járó munkahelyek vagy a vegyipari cégek a veszélyesebb kockázati besorolást kapják. A munkavállalóknak is felelősségük ezeken a vizsgálatokon megjelenniük, és az esetleges, már meglévő betegségeiket feltárniuk. Ezek az ellenőrzések szűrővizsgálatként is felfoghatók. 6-8 olyan szűrővizsgálatot tudok felsorolni 50 év felett, ami érdemes volna két évente még egy férfi embernek is részt venni. Fogjuk fel ezt munkáltatóként és munkavállalóként is egy szűrővizsgálatként. Évente, két évente rendszerességgel gyakorlatilag egy orvosi ellenőrzésen esünk át, és az ott munkakörnek megfelelően nyilván feltárásra kerülnek azok az egészségkárosodások, vagy azok az egészség problémák, aminek a gondozása egy egyszerű magas vérnyomás, egy cukorbetegség, ennek a gondozása bizony hosszú távon az életminőséget javító, hogyha ezt megfelelően kezeljük. A cégeknek tehát érdeke, hogy biztosítsák az üzemorvosi ellátást, hiszen egy esetleges munkaügyi per kapcsán csak így bizonyítható, hogy a munkavállaló a munkahelyén szerezte meg betegségét, vagy érte-e ártalom, avagy sem. Az üzemorvossal kötött szerződés költsége elenyésző a kötelezettséget megszegők bírságával szemben.